nem mindennel elégedettek a Bibó utca lakói. A 118 bérlakás energetikai korszerűsítése volt a fő téma a lakossági fórumon. Építésügyi miniszter lehet Lázár János. A térség országgyűlési képviselője is szerepet kaphat az új kormányban. Kerékpáros kreszteszt, részek szemüveges akadálypálya, közlekedésbiztonsági nap a művelődési központban. Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, önök a híradót látják, Kozó Attila vagyok. Hamarosan elkészül az 500 millió forintos energetikai felújítás a Dobó-Bibó-Janáki utcákban Hódmezővásárhelyen. Szerdán Márki-Zay Péter és Gyöngyösi Ferenc látogatott ki az önkormányzati lakásokhoz, hogy a bérlőket egy utcafórumon kérdezzék meg a beruházás tapasztalatairól. Az összejövetelen szóba kerültek az energiatakarékos új bojlerek beszerelése után megemelkedett villanyszámlák, és a kivitelezés minőségét is többen bírálták. A szakemberek és a városvezetők hangsúlyozták, hogy a fejlesztés még nem ért véget, amit lehet, orvosolnak a projekt lezárása előtt. Ha azt mondták, hogy ez energiatakarékos. Igen. Egy hónap alatt 18 ezer forint lett a 10 ezer forintos villanyszámlán. Azzal a problémával szembesültek a Dobó-Bibó-Janáki utcákon élők, hogy az új bojlerek beszerelése után szinte duplájára emelkedett az áramfogyasztásuk. Gyöngyösi Ferenc és Márki-Zay Péter közös lakossági fórumán többen is arról beszéltek, hogy az 500 milliós energetikai felújítás megemelhette a bérlakások rezsijét. Körbejártam az egész telepet, és megkérdeztem, ahol már bent van egy hónapja. És azt mondták, hogy az egyik megvan, a másik legtöbb nincs megelégedve. De miért kell nappal érkötni, 20 ezer forintok lesznek a villanyszámlák? Legtöbbnél ki lesz kapcsolva a villany, 100%. Ahogy ez a bérlő is mondta, a probléma hátterében az áll, hogy az új bojlerek nappali áramról mennek, míg a régiek éjszakait használtak. Ez állhat a kiugró villanyszámlák hátterében. A polgármester a probléma gyors megoldását ígérte a fórumon. Az új, nagyon modern és rendkívül takarékos modern bojlerek, azokat ugye az éjszakairól nappali áramra kötik át, és ez a tervben, a kivitelezés során már követett tervben így szerepelt. Ez érthető módon áremelkedéssel jár a lakószámára, amivel én sem értek egyet, úgyhogy most megpróbáljuk ezt orvosolni, és utána járunk. A nagy beruházásban nem minden lakást újítottak fel egyformán. Volt, ahol az összes nyilászárót kicserélték, máshol ez nem szerepelt a tervekben. Ezt is nehezményezték a lakók. A lakásomban nem biztos, hogy szeretnék egy okos bojlert. Én jobban szeretném, hogyha nálam is ki lennének cserélve az ablakok. Márki-Zay Péter azt mondta ennek a bérlőnek, hogy a felújításra jutó összegből nem tudnak mindent azonnal felújítani, de a jövőben az összes lakás nyilászáró cseréjére sor kerülhet. A tervek bár egyes épületeken tartalmaztak például ablakcserét is, a többinél csak ajtócserét, illetve falszigetelést, meg tetőszigetelést. Nyilván azok, akiknek az épületében nem tartalmazott ablakcserét, azok szeretnék kérni, hogy náluk is legyen. Ez ebben a projektben nincs benne, azt nyilván mi nem tudjuk megoldani, de a közeljövőben igyekszünk majd erre is sort keríteni. Ugye nekünk volt redőnyünk, szúnyogháló. És akkor most ezt nem tudjuk visszarakni. A szigetelés és nyilászáró csere után a bérlők régi redőnyeit és szúnyoghálóit méret probléma miatt nem lehetett visszaszerelni. Ebben is a város segítségét kérték. Volt olyan lakos, aki a megváltozott nyilászáró méret miatt a redőny és a szúnyogháló kialakítással kapcsolatos aggályait, illetve a problémáit vetette fel, hogy ez a költség ez számára megterhelő. Igyekeztünk mindenkinek megnyugtató válaszokat adni, illetve segítségünket felajánlani, amiben csak tudjuk. Márki-Zay Péter a fórumot azzal zárta, hogy az átadás előtt még vannak megoldandó problémák a bérlakások felújításánál. Az elkészült hőszigetelés minden családnak segített a télen, mivel a korábbiaknál kevesebbet kellett fűteniük. A város útjainak felújításával kapcsolatban adott be az önkormányzat egy pályázatot a belügyminisztériumhoz. Márki-Zay Péter azt reméli, hogy Lázár János is tud majd segíteni abban, hogy 2-3 utca rendbetételéhez ebből a forrásból is kapjon Hódmezővásárhely pénzt. Erről a Polgármester időben című műsorunk felvételén beszélt. Ettől függetlenül saját erő felhasználásával mintegy 50 millió forintos program keretében a kátyúzás is hamarosan megkezdődik a városban. A
Az utak állapotával kapcsolatban a jó hír az, hogy a sikeres pályáztatást folytattunk le, és bár én is türelmetlen vagyok mindig a kollégáimmal, most azt mondják, hogy néhány nap múlva aláírt szerződéssel elkezdődik majd a kátyúzás is. Itt ráadásul egy nagyon modern eszközt vetünk be, egy QTA nevű alkalmazásban, illetve az ahhoz kapcsolt bejelentési felületeken a lakók is bejelenthetnek kátyúkat. A közterületfelügyelőknek ki volt adva, ők összeírták most minden körzetben azokat a kátyúkat, amit ki kell javítani, és ez alapján fogunk azt hiszem 50 millió forint értékig javítatni a legjobb ajánlatot tevő külső szolgáltató céggel. Tehát gyakorlatilag már most is bejelentés alapján javítjuk az utakat, és ez néhány nap múlva elindulhat. Pontosabban a szerződést aláírjuk, és a vállalkozónak utána lesz néhány hónapja, hogy ezeket a hibákat kijavítsa. Kormányzati források szerint egy építésügyi központú minisztériumot vezethet Hódmezővásárhely és Makó térségének országgyűlési képviselője Lázár János. Mint arról hírtattunk, az egykori kancellária miniszter részt vett a héten a Karmelita Kolostorban azon a megbeszélésen, ahová Orbán Viktor a következő kormányának tagjait hívta meg. Sajtóhírek szerint még nincs minden kormányzati poszt leosztva, de a legvalószínűbb, hogy Lázár János a magas és mélyépítés területét fogja felügyelni. Orbán Viktor a jövő héten teszi le a kormányfői esküt, és ezt követően hirdeti ki kormánya tagjait. Az ütemtervnek megfelelően haladnak a munkálatok a Bakai kút környékén. A kivitelező elvégezte a közművek feltárását, és jelenleg ezek kiváltása zajlik a területen. Elkezdték kiásni annak a mérőórának az aknáját, amely a környék vízfogyasztását méri majd. A tervek szerint fenntartható és gazdaságos lesz a kút működtetése, ezért olyan megoldáson dolgoznak, amely megfelel a kor követelményeinek. Az Alföld első artézi kútja visszakapja eredeti szépségét, és a terület központi eleme lesz. A Bakai kút és környezetének rendezésével csaknem 1000 négyzetméter zöld felület újul meg a város központjában. A tervek szerint a nyár folyamán vehetik birtokba a megújult közösségi teret a vásárhelyiek. Szlalomoztak, újraélesztettek, és egy szimuláció keretében az alkohol tájékozódásra gyakorolt negatív hatásaival ismerkedtek szerdán a Liszt Ferenc és a Kertvárosi Általános Iskolák felsős diákjai. A rendőrséget, a Vöröskeresztet és a katasztrófa védelmet a Vásárhelyi Cigány Nemzetiségi Tanács fogta össze, hogy együtt javítsák a fiatalok közlekedési kultúráját, a gyerekek biztonsággal vághassanak neki a nyári szünetnek. Kerékpáros akadálypályán próbálgatják tudásukat a diákok. A Vásárhelyi Roman Nemzetiségi Tanács szervezésében mintegy 100 általános iskolás vett részt csütörtök délelőtt egy kresszismereti, elsősegélynyújtó és prevenciós foglalkozáson. Jön a nyári szünet, és tapasztaljuk, hogy nem igazán tudjuk a kressz szabályokat. Úgyhogy ennek most egy kicsit célja az is, hogy a gyerekeket fölkészítsük a nyári szünetre. Többen fognak kerékpárral közlekedni. Töltetek velük egy kressztesztet. Most már pár csapaton túl vagyok, és látom, hogy nem tudjuk. Tiszta hiba az egész, úgyhogy átbeszéljük a közlekedést. Kifejezetten egyébként Hódmezővásárhelyre fókuszálva, tehát helyi sajátosságokra is felhívjuk a gyerekek figyelmét. A gyerekek pedig örömmel vettek részt a programon, hiszen a megszerzett tudás az ő biztonságos közlekedésüket szolgálja. A kressz tudás alapból egy fontos dolog az ilyen hétköznapi életben, mint mondjuk én, hogy minden nap iskolában biciklivel járok, és hát fontos tudni a kressznek a szabályait. A pedagógusok szükségesnek látják az együttműködést a rendőrséggel, hiszen a kressz oktatása nem az alaptanterv része, és a biciklihez még vizsga sem szükséges. Itt döbbennek rá, hogy a bicikli tudás nem ott kezdődik, hogy egyenesen tudok 10 km/h tekerni, és nagyon fontos, hogy már ők is ismerjék a kresszt, és ezt a tudást hogy gyakorlatban hogy át is kell nekik ültetni. A közlekedési feladatok mellett előkerültek az alkoholos és drogos befolyásoltságot imitáló szemüvegek is, de egészségügyi alapismereteket is tanulhattak a gyerekek, kipróbálhatták az újraélesztést. Ezt a programot a Nemzetiségi Tanács minél több vásárhelyi fiatalhoz szeretné eljutatni a jövőben. A Hódmezővásárhely összes óvodáját meglátogatjuk, illetve hát évente egyszer pedig hívjuk az általános iskolás felső tagozatos gyerekeket, hogy próbálják ki például az akadálypályát,
a drogos részek szemüveget, menjenek végezzenek a pályán, illetve készítsenek kresztesztet. A tanács célkitűzése, hogy javuljon a vásárhelyi fiatalság közlekedési kultúrája, a forgalom tudatos és felelősségteljes részevőivé váljanak a gyerekek. Egykori használati eszközökből, régi tárgyakból szeretnének kiállítást rendezni a tabáni olvasókörben. A szervezők május 22-éig várják azok jelentkezését, akiknek vannak a láda fiában olyan régiségei, amiket a 20. század elején vagy közepén használtak. Az összegyűjtött tabáni kincseket május 25-től tekinthetik meg az érdeklődők az olvasókörben. Megmérettetések után és előtt állnak a vásárhelyi mazsorettes lányok, ezért a Crystal Dance Club tagjai folyamatosan próbálnak. A helyi versenyek után ezen a hétvégén már Mórahalmon, majd nyáron a Zentai Nemzetközi Tornán is bizonyíthatnak. A tanítványok igazi példaképet kaptak edzőjük személyében, hiszen Galambos Adrien, a szegedi egyetemisták pompom lányaként a nyári Európa-bajnokságra is kijutott, bizonyítva, hogy a befektetett munka meghozza a gyümölcsét. Próbálnak a Crystal Dance Club tagjai. A bemelegítés követően előkerülnek jellegzetes eszközeik is, a pomponok és a botok, hogy tovább tökéletesítsék technikájukat. Az instrukciókat Galambos Adrien adja, aki igazi példaképe tanítványainak, mert a szegedi egyetemisták csapattagjaként kvalifikálta magát a nyári Európa-bajnokságra. Ez egy hatalmas dolog, tehát azért én nekem egy célom volt, hogy valaha kijuthassak az EB-re, ha nézőként, akkor nézőként, de így egy szereplőként, ez egy végkép, egy hatalmas öröm számomra. És hát azért ez egy hatalmas munka, tehát heti 3 edzést fogunk bevezetni, hogy fel tudjunk készülni. Igazából nagyon sok gyakorlásra van még szükségünk. Kezdetben a fúvós zenekarok látványos kísérője volt a mazsorett, ám már a műfaj sokat változott, modern elemekkel gazdagodott, mint például az akrobatikával. Az országos bajnokságon ezüst minősítést szerző olasz Kira is ebbe az irányba szeretne elmozdulni. Egy spárgát, cigánykerék, hátra bógli, előre bógli. Ilyenek. Tehát, hogy ezeket majd szeretnéd mind belecsempészni a koreográfiádba? Hát igen, megpróbálom. Nagy mozgáskoordinációt, odafigyelést és türelmet igényel a mazsorett, vallja a Crystal Dance Club vezetője, aki hozzátette, május közepén Mórahalmon, majd utána Zentán folytatódik a versenyszezon, de emellett is van dolguk bőven. Folyamatosan versenyeken veszünk részt, illetve ezekre a versenyekre készülünk, illetve bemutatókon. Tehát azok mellett, hogy mi versenyekre járunk, több bemutatót is láthattak, illetve láthatnak majd tőlünk itt Hódmezővásárhelyen is. Tehát részt vettünk a múlt héten a Gazdanapon, ahol a fúvós zenekarra közösen tartottunk egy óra hosszas bemutatót, illetve részt veszünk a Magyar Sportnapja alkalmából rendezett eseményen is, illetve készülünk a Sportág választóra is május végén. Akik közelebbről is megismerkednének a mazsorettel, azokat a Crystal Dance Club július 4-e és 8-a között várja kezdőtáborába a BFMK-ban. Kedves nézőink, Önök a Vásárhelyi Televízió híradóját látták, a folytatásban Márki-Zay Péterrel beszélgetek Időben című hírháttér műsorunkban. Ami a hírműsorokat illeti, holnap a szokásos időben 17:30 perckor jelentkezünk ismét. Tartsanak akkor is velünk, viszontlátásra!